Sziasztok, én Anna vagyok, ez itt a Ciprusi Nap, és hát javában tart még a nyár, ugye július van, de már sokan kérdezitek azt is, hogy milyen Ciprus ősszel, érdemes-e az őszi hónapok alatt a szigetre utazni, milyen az idő, hány fokos a tenger, mit lehet csinálni, úgyhogy ebben a videóban az őszi Ciprusról fogok mesélni nektek egy picit. Ha valaki megkérdezi azt tőlem, hogy melyik évszakban a legjobb Ciprusra utazni, akkor én azt szoktam erre válaszolni, hogy szerintem ősszel. Ősszel ugyanis még Cipruson továbbra is rengeteget süt a nap, és akár nyárias hőmérsékletekre lehet számítani. Úgyhogy ha valaki szeretne egy picit az otthoni, picit hűvös, esős, borongós idő elől elszökni, és még egy pici napfénnyel feltöltekezni a tél előtt, akkor én azt gondolom, hogy Ciprus abszolút jó választás lehet. De nézzük meg akkor az egyes őszi hónapok szintjén egy picit részletesebben, hogy mire lehet itt számítani. A szeptemberről azt kell tudni, hogy ez még főszezon itt Cipruson, abszolút, tehát ugyanúgy nyitva vannak a szállodák, tele vannak a szállodák, tehát nagyon sokan érkeznek még ebben a hónapban is Ciprusra, mert hogy még abszolút nyár van, tehát semmi nem történik igazából, az ősz nem nagyon lehet ilyenkor még itt érezni. Nyárias hőmérsékletek vannak, a tenger is még nagyon kellemes meleg, lehet fürdeni, tehát abszolút nem kell hozni meleg ruhát, főleg, hogy este sem hűl le még a hőmérséklet, ugyanúgy ki lehet ülni, vacsorázni, vagy elsétálgatni a tengerparton. Ami nagyon kellemes még, és amiért nagyon szerethető a szeptember, hogy nem olyan magas a levegő páratartalma, mint például augusztusban, emiatt sokkal jobban elviselhető a hőség, szóval nagyon kellemes idő van a szeptember, röviden, tömören, plusz egy hónap nyári Cipruson. Aztán jön az október, amikor még mindig nagyon-nagyon jó idő van. Én nekem személy szerint az október a kedvenc hónapom itt Cipruson, mert már nincs az a nagyon meleg, de még mindig rengeteget süt a nap, ilyen 25-27 fok van napközben, ez a napon még melegebbnek érződik. A tenger még mindig kellemes, tehát lehet fürödni, lehet napozni is, de már nagyon kellemes az idő a kirándulásokra, programokra, városnézésre, régészeti parkok felfedezésére, úgyhogy nálunk is körülbelül ebben az időszakban szokott újra indulni a városnézősétánk. Úgyhogy abszolút lehet töltekezni még októberben is, és este sincs annyira hideg. Tehát ha valaki egy picit fázós, akkor esetleg egy vékony kardigánt vagy egy farmer jacket lehet hozni, de igazából még az estéket is nagyon jól lehet élvezni itt októberben. Esőre szintén nem lehet számítani még ebben a hónapban. Egy-két felhősebb időszak előfordulhat, vagy még az is lehet, hogy jön egy-két futó zápor, zivatar, de azt úgy kell elképzelni, hogy leszakad az ég, és utána, ami nem tudom, másfél-két óra múlva már újra hétágra süt a nap, de igazából eső még nagyon októberben semmi jellemző. Aztán jön a november, ami hát nekem az egyik legkellemesebb meglepetés volt, amikor ide kiköltöztem Ciprusra, hogy még novemberben is nagyon jó idő van, de hát tényleg ilyen rengeteg napsütés, 25 fok körüli hőmérsékletek napközben, ami a napon szintén még melegebbnek érződik, mert abszolút van ereje még ilyenkor is a napnak. Nagyon jó ez az idő, tényleg a sziget felfedezésére. A hajók egyébként már ilyenkor lassan leállnak, de egyébként még egész szeptember, október és még november elején is közlekednek, tehát lehet menni hajókirándulásokra. Azért november közepe táján már lassan véget ér a nyári szezon, de a szárazföldi programok, tehát városnézések, buszkirándulások, jeep safarikra abszolút nagyon jó ilyenkor az időjárás, tehát amellett, hogy még a napsütést is tudod élvezni novemberben, akár még fürödni is tudsz a tengerben, emellett még nagyon jó kis programokra is el tudsz menni. Egyetlen kellemetlen dolog igazából novemberben, hogy ugye azt hiszem, hogy október végén van az őszi óra átállítás, tehát hamar lemegy a nap, tehát 6 órakor itt már vége a napnak, a napsütésnek, tehát és mint hogyha így elvágták volna, tehát nagyon hamar jön a naplemente, de napközben még nagyon kellemes az idő, és esőre azért már ilyenkor egyszer-kétszer lehet számítani, de inkább majd decemberben, illetve január-februárban olyankor esik le az éves csapadékmennyiség nagy része itt Cipruson, amiből már lehet valamennyit érzékelni novemberben is. Na hát nekem körülbelül ennyi jutott eszembe így az őszi Ciprus kapcsán, de természetesen, ha kihagytam valamit, vagy kérdésetek van, akkor ezt nyugodtan írjátok meg itt a komment szekcióban. Picit ránéztem egyébként a repjegyárakra is,
is, és azt látom, hogy szeptemberben 50 ezerért láttam oda-vissza repjegyet, októberben 40 ezerért, és novemberben már 30 ezer forintért is lehet venni oda-vissza repjegyet ide Pafoszra. Ugye Pafoszra a Ryanair repül Budapestről, és a Larnakára pedig Wizzerrel tudtok utazni, de lehet, hogy ez még fog még lejjebb is menni. Úgyhogy várunk benneteket sok-sok szeretettel, kirándulásokra is itt Pafoszon. Nagyon jó visszajelzések jönnek, ugye itt nyáron sokan kirándultok, jeepszafariztok Zsoltival, vagy kirándultok Bélával. Nagyon-nagyon szeretitek ezeket a programokat, aminek én nagyon-nagyon örülök, de természetesen más kirándulásaink is vannak, és ahogyan említettem, a hajók is járnak még egészen novemberig, aztán november közepén ugye elteszik a hajókat karbantartásra. Úgyhogy én is várlak benneteket sok szeretettel a partner szállodáimban, a 25%-os kedvezmény az természetesen ősszel is él, tudtok élni vele, és hát várunk tényleg benneteket napsütéssel itt ősszel Cipruson. Legyen csodaszép a napotok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem hamarosan találkozunk újra. Sziasztok!